Tovább, ez a mai mozaik, még mindig az első részen, 9 óra 25 perc van, most pedig vesszünk el kicsit a titkok és a történetek világában. Ide említhetjük ezekhez a bizonyos titkokhoz és történetekhez az NDK-t, az NSZK-t, különböző nagy neveket, akikkel szerencséd volt összefutni, aláírást kérni tőlük. Kivel ittál piknik pálinkát? Tőkés Lászlóval és Posgai Imrével. Egyik ilyen évfordulón, amikor a Pán-európai Pikniknek az évfordulója volt, akkor Zalából hoztak nekik ilyen lelkes magyarok, ugye a pálinka főzők hoztak ilyen piknik pálinkát, és akkor hát mondta a Tőkés László, hogy öntsenek a Mártikának is, mert megérdemli. És akkor én mondtam, hogy de hát miért, hát honnan tudja, ön be volt éppen a templomába zárva, és körbevették a harcosok, és ott a háború dúlt éppen Romániába. Honnan tudja, hogy én mit csináltam itt Magyarországon? Azt mondja, ő hozzá minden hír eljutott, és tudja, hogy harcoltam azért, hogy lehessen egy ilyen piknikről, az eredetiről valami riportot készíteni. És neked köszönhetően megengedted adás előtt, hogy tegeződjük, köszönjük még egyszer. Neked köszönhetően hozzánk is eljutott magyarokhoz nagyon sok információ, elképesztő történelmi eseményekről tudósítottál már, akár itt a vasfüggöny lebontására gondolok például, vagy említetted, hogy te is jártál háborús térségben. Igen, én azt hiszem, hogy nem túlzás, amit írtam a könyv címe alá, hogy egy mázlista riporter naplójából, hihetetlen szerencsém volt. 87-től 97-ig a határnyitás, az NDK-sok, a Felvidék felébredése, a Duna elterelés, Szlovákia megalakulása, nem is tudom, biztos, hogy kihagytam sok mindent, még a könyvből is, de nagyon nagy szerencsém volt, és azért is, hogy Győrben maradtam, mert hát az ember hiába végtelen tehetséges Nyíregyházán, ha ott nincsenek ilyen történelmi események. És nagy szerencsém volt, hogy ezeket végig tudtam élni. Viszont azért szakmailag ez egy hatalmas felelősség is volt, azért nem voltak könnyű idők sajtós szempontjából, még inkább nehéz idők voltak, hogy mi az, amit írhatok és említhetek, mi az, amit nem, hát még sajtóperek is voltak abban az időben, tehát nagyon nehéz dolgod volt. Megmondom őszintén, hogy az embernek egyre kellett vigyázni, hogy mindig pontosan azt mondjam, ami törvény szerint mondható. Mert hogyha az ember olyat mond, akkor nem tudnak belekötni, nem lehet bántani. És meg kell mondjam, hogy 89 fele már sajtószabadság volt. Tehát akkor volt az az időszak, mikor senki se foglalkozott már mással, mint hogy előbb-utóbb változni fog a rendszer, és új világ jön. Kerested ezeket a lehetőségeket, illetve a kontaktokat az én említett emberekhez, vagy mondtad, hogy ott voltál háborúban, vagy vasfüggönyben, stb. Direkt így mentél, hogy akkor én mindenképpen onnan szeretnék, vagy vele szeretnék találkozni, vagy úgy sodort az élet, hogy akkor éppen elmentetek valamerre, jó, ha már itt vagyunk, akkor még ugorjunk át, 30 kilométerre van, megnézzük, hogy mi történik ott. Nem, az a helyzet, hogy egyetlen televízió volt. Tehát minden, ami ezen a térségben, ebben a térségben történt, sőt a határ túloldalán is, mert Bécsbe is, Pozsonyba is mi jártunk. Tehát gyakorlatilag minden a mi feladatunk volt. És volt egy műsorszervezőnk, aki folyamatosan figyelte az eseményeket, és ránk is szoktak. Tehát volt, aki direkt azért hozott egy konferenciát Győrbe, mert azt mondja, hogy innen sokkal több a riport. Hát mondom, ez nagyon egyszerű, én imádom ezt csinálni. Tehát nekem ez nem munka volt, és azért volt ilyen rengeteg riport, de tényleg nem kellett keresni, mert a történelem idejött. Tehát amikor azt láttuk, hogy hát például Posgai Imre keresett meg engem, hogy csak a Térvé Híradónak szeretné elmondani, hogy a vasfüggönyt lebontják. Tehát, hogy ez már idejét múlt. És akkor hát jellemző, hogy a késői kiadásba tették be, mert hogy vidéken van, nem fontos. Úgyhogy nálunk a vidéki szerkesztőségnek a irodájában a Szabadságtéren ki volt írva, hogy a vidéki tudósító nem hülye, csak vidéken él. Tehát ezt mi így próbáltuk, és hát sikerült is kiharcolni, hogy az ember, tehát mindenhova akartak jönni sztárok, de mondtam, hogy ha én itt vagyok, és bennem megbíznak, akkor hadd csináljam én. És aztán ez már természetes lett a végén, hogy az összes nagy történelmi eseményt, hát amikor Szlovákia megalakult, akkor 4 államfővel tudtam csinálni anyagot, és tényleg riportot, és tényleg nagyon nagy, fantasztikus események voltak. És hát a háborúra visszatérve, az pedig egy tatai vállalkozó keresett meg minket, hogy ő Albániába
hallotta, hogy már nyitás van, és szeretnénk megnézni, és ott valamit kereskedni. És bizony akkor tartott éppen a szerb-horvát háború. És nem volt Albániában olyan, hogy ólommentes benzin. Tehát nekünk csempészni kellett a üzemanyag embargó ellenére, valahogy a csomagtartóba beraktunk egy csomó kannát, és hát azokat így el kellett álcázni, és mikor jött az ellenőrzés, jött a csendőr, akkor megállított, és én, mint szőkenő, kiugrottam, hogy jaj, bum, bum, háború, bajna, mit tudom, mindenfélét mondtam, és akkor ezen elnevette magát, és akkor nem nézte meg a csomagtartót, szóval ott a kalandot. Tökéletesen értem, hogy akkor miért is mázlista az a bizonyos riporter és az ő naplója. Térjünk rá egy kicsit a könyvre, Titkok és történetek. Miért pont most? Nagyon sokat meséltem ezekről a dolgokról mindenkinek, és hát mondták, hogy miért nem írod meg, hát ezek olyan jó sztorik. És akkor mondtam, hogy igen, de hát valahogy még túl sok bennem az élet, végül is még csak 68 éves vagyok, úgyhogy túl sok bennem az élet, és még nem tudok leülni, hogy én megírjak egy ilyen könyvet, és akkor jött a Covid. Tehát ami rosszat hozott a Covid, nekem például jót is hozott, mert ettől kezdve le tudtam ülni, mert úgysem mehettünk sehova, és akkor neki láttam írni, és olyan érdekes volt, hogy egyszer csak úgy jöttek. Tehát nem is kellett nagyon szerkeszteni, hanem jött a történet sorba. Az összes titok benne van, vagy vannak még titkok? Vannak még titkok. Vannak olyan titkok, például a Győri Balett, szinte együtt éltem az elején, ugye, amikor megalakult, és nagyon sokat köszönhettem szegény Markó Ivánnak. Itt egy utas a Markó Iván. Aki sajnos már nincs velünk. És hát pont velük voltunk például Moszkvában, ahol még az előző rendszer volt, de már kezdődött egyfajta nyitás, már árultak narancsot az utcasarkon, ami nagy dolog volt, és akkor a Markó Iván olyan darabot vitt oda, az Arbaton tüntettek éppen a zsidók, és olyan darabot vitt oda a Markó Iván, a Mementót, amiben egy lágernek a lakói éjjel fölállnak, és az álmaikat eltáncolják sorba kisgyerekek, anyukák, apukák, és amikor fölkel a nap, akkor egy hatalmas buldózer a zenekari árokba az egészet beledózerolja. Na most ez ott Moszkvában, amikor még csak a tül szoknyák voltak, meg a balettcipők, ez egy akkora frenetikus siker volt, tehát egyszerűen hosszú ideig a nézőtéren csönd volt, és utána meg fantasztikus ováció. Tehát én ott kezdtem, és ott ültem be egy taxiba, hogy hallottam, hogy ott van a Nagy Világfórum Moszkvában, a Csernobil után tartották ilyen hírességekkel, és bemondtam a taxisnak, hogy APN, hát mondom, most mit, hát ha sikerül akreditálnak. Hát este már Marcello Mastroianni mellett kávéztam, interjút tudtam csinálni Friedrich Dürrematttal, Norman Mailerrel, Elem Klimovval, akkor volt Oscar díjas Szabó István, tehát vele is, a Mephistóról, és hihetetlen volt, utána most megnéztem, egyetlen magyar tudós nem volt ott. És tulajdonképpen ezért kaptam a meghívót a Magyar Televízióba akkor, mert hát senki nem gondolta volna, hogy kerültem én oda be, és hát szerencsém is volt, meg kíváncsi vagyok. Mastroianni, Dürrenmatt és Miller miatt kicsit irigykedem. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Szép napot kívánunk. Szép napot. Szépen.